Megkezdődött a szüret időszaka. Kódos beléptető rendszer az óvodában. Puliszka Fesztivál lesz a hétvégén Pakson. Hírek az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány házatájáról. Rövidesen zárul a Tehetséges Paksi Fiatalokért alapítvány pályázata. Önök a Telepaks csütörtöki híradóját látják. Jó estét kívánok! Megkezdődött a szüret időszaka. A korai fajtákat már augusztusban és szeptember elején leszedik a gazdák, mivel a cukor és a savtartalom elérte a legideálisabb szintet. Az időjárás megnehezítette a borászok dolgát, ahogy mondják, munkás év volt az idei. Lehet látni, hogy veszítem, hogy így megszúrják a rovarok. A szúrás hatására elkezdenek bebarulni. Na most ez nagyon érdekes, mert úgy tűnik, mintha ez rocsat lenne, de nem, mert ez még nem rocsat, ez többet. A Sánchegyen a Riesling szilváni szüretelése zajlik éppen a Mayer birtokon, szorgos kezek dolgoznak a metszőollóval és választják el a fürtöket a tőkéktől. A fajta szeptember elejére ért el a legideálisabb cukor és savszintet, ezért ezen a területen dolgoznak jelenleg a szakemberek. A család három helyen foglalkozik szőlőtermesztéssel, a Sánchegy mellett a Bochegyen és a Vácikában. Nehéz volt megvédeni a szőlőt a különböző kórokozók és károkozóktól, de hát szerencsére sikerült. Gyakorlatilag a sok csapadék és a eléggé ciklikusan hullámzó hőmérséklet miatt hát a gombáknak nagy életteret adott ez a körülmény. Az időjárás miatt egész évben sűrűn kellett permetezni a szőlőt, a lisztharmat és a peronoszpóra, valamint az említett bogarak elleni védekezés próbára tette a gazdák hozzáértését. A későbbi érésű szőlőkre szeptemberben a sok napsütés és a 25 fok körüli hőmérséklet lenne a legideálisabb. A következő fajta szüretelése a Zweigelt lesz a Mayer birtokon. Nem biztos, hogy kiemelkedő lesz, még egyszer mondom, itt nagyon számít az, hogy milyen lesz az elkövetkező 3-4 hétben az idő. Hogy gyönyörű napsütéses, aránylag 25 fok körüli hőmérséklet, ami egy nagyon ideális lenne szőlőknek, akkor kiemelkedő minőségi vörös borokat lehetne várni, illetve mi még mindig bízunk benne és várjuk. A fehér fajtákban is nagyon szépek lesznek, akinek sikerült megvédenie a gomba betegségektől, azok számíthatnak rá, hogy egy igazán szép, friss, de könnyű fehér borokat lehet majd készíteni belőle. A tőkék állapotára a szület után is figyelni kell, mert a jövő évi termés befolyásolhatja annak elhanyagolása. A 2016-os borok legkorábban október végén, november elején készülnek el, így Márton napon, november 11-én már nyugodtan kóstolhatjuk az idei évjáratot. A Napsugár óvoda valamennyi tagovodájában elkészült már a kódos beléptető rendszer, irodák újultak meg a nyáron, és a hetekben tovább folytatódik a karbantartási munka a Vörösmarty és a Munkácsi utcai tagovodában. Új játékok is kerülnek az intézmények udvaraira, a Benedekelek tagovodáiban épp úgy, mint a Napsugár intézményeiben. A gyermekek védelmét biztosítja a Napsugár óvodában az a kódos beléptető rendszer, amelynek felszereléséről a nyári nagykarbantartási ütemterv összeállításakor döntött az intézményvezető, az önkormányzat és a DC Dunakon Plusz Kft. A kódos beléptetők minden intézményben fel van szerelve, valamint a Napsugár óvodákba. Jelen pillanat a kódoknak a kiosztása van a szülők felé, és az intézménynek a dolgozói pedig bilétás beléptetővel mennek be az intézmény területére. Akinek meg nincsen beléptetője, annak meg van egy csengő a kódos beléptető fölött, amit használhat, és akkor az intézmény vezetője beengedi, vagy a gazdasági vezető. A tagovoda vezetőkkel közösen döntenek arról, hogy egyéni kódot kapnak a szülők, vagy csoportonkénti kódot használhatnak majd. Várhatóan hétfőtől már ezzel lehet bejutni az intézményekbe. A rendszer kicsit különböző a három tagovodába, mert igaz, hogy mind a négyben a kódos rendszer működik, de a műszaki blokknak az elhelyezkedése az a Vörösmarty utcában, ugye az zárt bejárat van, a Ötvös utcai tagovodába, a Munkácsi utcai tagovodába és a Dunakömlődi tagovodába kerítések vannak, és a kerítésen helyezkedik el ez a rendszer. A beléptetők kiépítése mellett egyéb felújítási munkák is zajlottak a nyáron a tagintézményekben.
A szokásos tisztasági festés az mind a négy tagovodában megtörtént. A Ötvös utcai tagovodában és a Dunakömlődi tagovodában a vezetői irodák lettek felújítva és komfortosabbá téve, így a vezetők munkáját, komfortérzetét segíti elő ez az újítás, felújítás. És új udvari játékelemekkel is gazdagodnak a város óvodái. Idén 15 millió forintot fordít erre a célra a fenntartó. A kültéri játékeszközök kihelyezése rövidesen megtörténik. A Bóbita bölcsödébe, a Napsugár óvodába, az összes tagintézményébe, illetve a Benedekelek óvodákba, annak is az összes tagintézményébe kerül játék kihelyezésre. Egy része már beérkezett a telephelyünkre, azoknak az elemeknek a kihelyezése az folyamatban van, illetve várunk még beérkező szállítmányt, amit majd utólag fogunk kihelyezni. Változás emellett, hogy a Vörösmarty utcai tagovoda mosdóiban ajtók kerülnek az elválasztó paravánokra, a Munkács utcai tagintézményben pedig átfestik a kerítést a DC Dunakom Plusz Kft. Munkatársai. Van, aki még soha nem kóstolta, és van, aki már megszerette a kukorica kását, azaz a puliszkát. Az erdélyi ízek kedvelőit többek között ezzel a tradicionális székely étellel, népzenével és táncházzal várja szeptember 10-én az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete. Erdélyi és paksi fiatalok vehettek részt a nyári kézműves és tánctáborban, illetve a Dunatúrán, amelyet az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete szervezett. A társaság célja széles körben megismertetni az erdélyi kultúrát. Ennek érdekében hagyományteremtő célra rendezik meg szeptember 10-én az első Puliszka Fesztivált, ahol sokszínű programmal várják a látogatókat. Lesznek népdalénekesek, lesznek néptáncegyüttesek, három néptáncegyüttes lép fel, ezekből egyik kétyi, egyik sárpilisi és egyik erdélyi. A népdalkörösök Bonyhadról és Cikóról érkeznek. A program részeként bemutatják Serdőd Benke Éva Erdélyt és hagyományait ismertető könyveit, illetve kitelepül a rendezvényre a Városi Könyvtár is azonos témájú művekkel. A kiadványokból azt is megtudhatják, hogy a puliszkának számos változata ismert Erdélyben. A fesztiválozók ezek közül többfélét meg is kóstolhatnak a csengeiben. Erdélyben a puliszkát puiszkának vagy puliszkának is hívják, és rengeteg változata ismert, és azokat szeretnénk megmutatni, hogy hogyan is készül. Lesz édes puliszka, lesz szalonás, tájfölös, túrós, lesz táj, hideg táj, meleg puliszkával, puliszka torta, mindenféle változata a puliszkának. Az erdélyi ízek kedvelőinek a kukoricakásán kívül más hagyományos fogásokkal is kedveskednek a szervezők. Kóstolhatnak majd finom borokat, pálinkát, csikisört, kürtös kalácsot és házi készítésű sajtot is. Az egész napos rendezvényt össznépi mulatsággal zárják. A rendezvény 10 órakor kezdődik, és 5 órakor zárul. Az utolsó fellépők, a sárpilisiek vállalták a táncház lebonyolítását is, tehát az ő fellépésük véget ér 5 órakor, és utána kezdődik egy táncház a kicsiknek és nagyoknak. A programra szeretettel várnak mindenkit, aki szereti a puliszkát, vagy szívesen megismerkedne vele. A fesztiválról bővebben olvashatnak a Város és a Művelődési Központ honlapján. Új programok is fűszerezik a Dunaföldvári Szüreti Fesztivált. A rendezvény szeptember 24-én palacsintasütő rekord kísérlettel kezdődik majd el a Dunaparton. A Városközpontban a délutáni programokat a Bátai Tambura zenekar nyitja meg. A kétnapos fesztiválon ezen felül lesz még főzőverseny, ocsómacsó koncert és természetesen szüreti felvonulás. Az eseményről bővebben a település honlapján olvashatnak. Rövid hírek a folytatásban. Ételbemutató és kóstoló is lesz az Egészségnap Paksért rendezvényen. A Vajdaságért Alapítvány által szervezett program szeptember 11-én lesz a Kulturális Központban. Az eseményen lesz frissítő torna, különféle előadások, valamint számos egészségügyi mérés. A programok délután 1 órakor kezdődnek. Szüreti hívogató lesz Pusztahencsén szeptember 10-én. A programok a felvonulással kezdődnek el 13 órakor.
A menet a központtól a Szabadidőparktól indul el, és a Pozsonyi utcánál áll meg először, ahol is kikérik Bakonyi Boglárka bírónét. A rendezvényen lesz még szőlőlopás és néptánc csoportok fellépése. Az esemény este szüreti bállal zárul. Ismét véradás lesz Pakson. Magyarországon önkéntes véradással biztosítják a napi vérszükségletet, ezért rendszeresen szerveznek véradást. A Magyar Vöröskereszt paksvárosi szervezete a véradókat szeptember 13-án várja a kulturális központba reggel 9 és délután 4 óra között. Újra indul az Asztma Allergia Klub és az Egészségkonyha. Októbertől ismét elkezdődik a gyógyúszás foglalkozás az Együtt a Parlagfő ellen alapítvány szervezésében. Népszerű zöldalma sorozatát idén több állomással hirdeti meg a szervezet. Az én egyik tanárnőm alakított ilyen csoportot, hogy felkészüljünk, mi hárman és még egy tartalék kislány, és hogy mindegyikünk kapott egy ilyen lapot, amiben mindenben bele volt írva, és abból olvastunk, meg készültünk rá. Janecska Eszter és két évfolyamtársa így készült fel a környezetvédelmi vetélkedőre, melyet a Zöldalma program egyik állomásaként évről évre meghirdett az Együtt a Parlagfő ellen alapítvány. Az idei sorozat szeptember 22-én a virágpalánták kiosztásával indul útjára. Jelenleg 7 állomásunk van, de én tervezem 2 új állomás kibővítését. Ez még meglepetés, tehát ezt nem szeretném elárulni, hogy mi lenne ez a 2 állomás. Illetve van a gyermekúszó programunk, ami szintén október elejétől fog indulni. Az évről évre megrendezett és több állomást felülelő zöldalma program célja az általános iskolások környezet és egészségtudatos nevelése. A sorozat 6 iskola tanulóinak részvételével indul idén is, és az alapítvány nem csupán gyermekek számára szervez rendszeres alkalmakat. Szeptemberben ugye újraindul az Asztma Allergia Klubunk, ugye ez havi rendszerességgel történő klubfoglalkozás. Itt nyáron voltak a klubtagok egy 10 napos gyógyülésen. Folytatódik egy új programunk, az egészségkonyha. Itt különböző egészséges ételeket, bioételeket készítünk, Nagyné Szalai Melinda segítségével. Klubfoglalkozásaira tagjai mellett új csatlakozók jelentkezését is várja az alapítvány székhelyén a Gesztenyés út 24 szám alatt. Ugyanitt működik megújult sóbarlangjuk is, amit előzetes bejelentkezés után vehetnek igénybe az érdeklődők. Még várják a jelentkezőket a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány pályázatára. A felhívás szellemisége nem változott, továbbra is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalokat, illetve felkészítőiket díjazzák. A tehetség már fiatalkorban megmutatkozik, amit nem árt elismerni, ösztönözni. Ezzel a céllal jött létre a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, ami idén is meghirdette a már hagyományos pályázatát. A felhívásra csak a kimagasló eredményt elért diákok jelentkezhetnek, mondta el a tavaly évben Dávid József, a kuratórium elnöke. Ezek az eredmények, amiket mi várunk, a kiemelkedő szakmai és tanulmányi eredmény, a megyei, regionális és a nem központi szervezésű országos versenyeken elért első helyezés, a központi szervezésű országos tanulmányi versenyeken elért első 15 helyezés, valamennyi művészeti ágban elért kiemelkedő teljesítménnyel lehet pályázni. Sport területén pedig az országos szakszövetségek, illetve a Magyar Diák Sport Szövetség által szervezett versenyeken elért első 3 helyezés. Ezen felül a kimagasló tehetséggondozó munkát végző felnőttek és az alapfeladataikon túl teljesítő pedagógusok is jelentkezhetnek, illetve tanulmányi ösztöndíjra is lehet pályázni. Az alapítvány mintegy 30 éve adta át az első díjakat. Elég nagy presztízse van a díjnak, meg az alapítványnak. Számtalan valamikor díjazott visszaemlékezik, hogy tehát számon tartják. És azt is tapasztalom, hogy amióta az 56-os évfordulón, tehát október 23-án van a díjátadó ünnepség, ez is nagyban emelte a díjátadás presztízsét, hiszen egy városi szintű ünnepség keretében kapják meg a tehetséges diákok és felkészítőik a díjakat. A felhívás elérhető többek között a Városházán, a www.paks.hu oldalon, valamint a város kulturális és oktatási intézményeiben is.
A jelentkezési lapokat szeptember 16-áig délig kell eljuttatni a polgármesteri hivatal polgármesteri titkárságára. A sikeresen pályázókat az elbírálás követően írásban értesítik. Fecskehajtó kisasszony napja van. A fecskék ekkorra már összevárják egymást, s még a rossz idő beköszöntése előtt a többi vándormadárral együtt melegebb égtájak felé repülnek. Szűz Mária születésének napja Magyarországon kedvelt búcsúnap, s az asszonyok számára dologtiltó nap a mai. A fecskék minden esetre még egy kicsit ráérnek, ugyanis folytatódik a nyárias idő. Ugyan hajnalban az alacsonyabban fekvő helyeken már párássá válhat a levegő, ám pénteken sok napsütésre és melegre számíthatunk. 29-30 fok várható, ma hajnalra pedig 13-17 fok közé csökken a hőmérséklet. Halász Judittal láthatnak beszélgetést a most következő palettában, illetve a Csámpai falu nap fellépőivel. Kulturális magazinunk követi a híradót, én további szép estét kívánok!